Szeretettel köszöntök mindenkit, Meissner Kati, táplálkozás és gasztronómiai tanácsadó vagyok, és most egy dupla zöldséges ételt fogok készíteni, amiben nyers és főtt zöldségek is lesznek, és az egészet egy diós szósz fogja össze. A sárga répát nagyobb hasábokra vágom. Készíthetjük egyszínű sárgarépából is, vagy hogyha valakinek nincsen lila sárgarépája, és szeretné ilyen változatos színűnek látni ezt az ételt, akkor lehet céklát például, lehet tarlórépát használni hozzá, tehát gyakorlatilag bármilyen gyökérzöldséget. Törekedjünk arra, hogy nagyjából egyforma méretre vágjuk a zöldségeket, mert akkor egyszerre fognak megsülni. Egy kicsit megsózzuk, megöntözzük olívaolajjal, megszórjuk kakukkfővel, és betesszük a sütőbe. Amíg sül a sárgarépa, addig elkészítem a saláta öntetet, ami rendkívül tápláló lesz, köszönhetően a diónak. A salátákhoz mindig egy jobb minőségű olívaolajat szoktam használni. Ebbe beleszórom a daráldiót, egy paradicsomot, ami meg van hámozva, egy citromlevét, nagyon finom balzsamecettel is ez az öntet, akár néhány cseppet tehetünk is a citrom mellett is hozzá, és egy kis sót. És akkor ezt pépesítem a mixerrel. Tehát a salátának az alapja, az mindenféle zöld saláták. És akkor, amikor így megágyaztunk, ráhalmozzuk a sárgarépánkat, és akkor jöhet a szósz, ami lehet, hogy nem árt, ha egy kicsit hígabb, akár, de így a tetejére halmozzuk, és még megdíszítjük néhány sárgarépával. Ahhoz, hogy tartalmasnak érezzük ezt az ételt, még néhány szem csiseri borsóval kiegészítjük, vagy pedig süthetünk egy szelet húst is hozzá, de így ez már egy igen tartalmas és egy önálló étel. Jó étvágyat kívánok! Egy közönséges földi halandónak biztos, hogy nem a borivás jutna eszébe ennek a receptnek a hallatán, de mi ugye borra vagyunk ráhangolva, és mivel borban gondolkodunk, így ehhez az ételhez egy nagyon friss, üde gyümölcsös, idei bort tudnék elképzelni. És hát sorra érkeznek már az új borok, köztük Wunderlich Alajos villányi borászbarátomnak a királylánykája, amelyet nagyon jó szívvel tudnék ajánlani annak, aki elkészíti ezt az ételt, és természetesen az ételtől függetlenül is egy élvezetes dolog lesz. A királylánykáról csak nagyon röviden annyit, hogy valószínű, hogy az első világháború megelőző években keletkezett egy hungarikum, erdélyi szőlőfajta, Erdélyhez köthető, és a leánykából és a kövér szőlőből keresztezték. Illatában megjelennek a szőlővirág illata, nagyon szép gyümölcsös. Engem a királylányka mindig a legfrissebben érő nyári almának az illatára emlékeztet. Amúgy a fajta egy nagyon-nagyon bőtermő képességű, de hogyha visszafogjuk egy kicsit a termés korlátozással, akkor nagyon szép borokat lehet belekészíteni, mint ez a jelenlévő is, jelenleg is a poharamban. Az íze nagyon gazdag, nagyon hosszú ízvilág, nagyon hosszan érezzük a szánkban a bort. Innét is szeretnék gratulálni a Lózi barátomnak, mert úgy gondolom, hogy az eddig élet egyik legfinomabb borát, fehér borát tudta megalkotni ebben a királyleánykával. 10-11-2 fokra
lehűtve, fantasztikusan szép lesz ez a zöldséges ételhez, de hogyha valaki éppen nem ételhez akarja kóstolni, akkor akár aperitív italként is bármilyen alkalomra kínálható, hogyha vendégeink vannak, szívesen, nyugodtan bonthatunk belőle, arra fel kell készülni, ahol ilyen jó borral kínálják a vendégeket, oda a vendégek szívesen visszajárnak. November 30-án majd Keszthelyen a színházban lesz egy hungarikum bormusta, ahol ugyanilyen hungarikumok lesznek majd bemutatva, és ez a bor ott is majd kóstolható lesz, úgyhogy jöjjön el mindenki majd november 30-án a színházba is, és akár ott is meg lehet kóstolni majd, kedves egészségükre.